ártana szegények, a katonák védőszentje. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a keresztények körében ez az utolsó nagy ünnep karácsony előtt. Szent Márton nap az újbor ünnepe is. Az újbor ilyenkor még egy picit harcos, még nem annyira sejmes, de azért már egy fontos ígéret. Tudni fogjuk, hogy mi készül majd a pincék mélyén. Tudjuk, hogy Szent Márton már gyerekkorától azt gondolta, hogy az Istennek szentele az életét. Jön a sereggel együtt Szent Márton, és valamit észrevesz az úton. Nagyon hideg novemberi nap volt, és jeges szél fújt, és az úton mit látnak a katonák? Egy rosszul öltözött, láthatóan kiéhezett kórdust. Ketté vágta a köpenyét, és a kenyerét is megosztotta a kórdussal. Yes.